Szent Margit Gimnázium tornacsarnoka, az építész stúdió munkája. Az építész stúdió tagjai számára a közös gondolkodást egy családias lakásműterem több generációs, összeszokott alkotó közössége jelenti. Finalista munkájukat a budai Szent Margit Gimnázium tornacsarnokát a stúdió egyik vezetője, Félix Zsolt, és építész kollégája Kenész Gergely mutatja be. Ekkor épül meg a Szent Margit Gimnázium épülete a Villányi úton. Az épület egy nagyméretű telken található, ami meredeken emelkedik a Gellért tér irányába, a Ménesi út irányába. Ezen a telken az épület építésekor egy gyönyörű kertet építettek meg a tervezők, ami mára teljesen eltűnt, helyére salakos teniszpályák és hitvány öltözőépületek kerültek. A mi feladatunk az volt, hogy ebbe a telekre építsünk egy nagyméretű tornatermet a műemléképület szomszédságában. Ezt a feladatot úgy oldottuk meg, hogy a tornatermet a domboldalba süllyesztettük. Ennek két nagyon kézzelfogható előnye volt. Az egyik, hogy az épület tetejét a diákok sportolásra tudják használni, így nem veszünk el területet az egyébként is szűkös kertből a Villányi út mögött. A másik pedig, hogy az épületnek a tömege az ezáltal lényegesen kisebbnek érzékelhető ebben az egyébként nagyon sűrű és nagyon vegyes beépített környezetben. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, egy nagyon grandiózus monolit vasbeton szerkezetet kellett építenünk, amit aztán azokon a felületeken, ahol a diákok érintkeznek vele, és mindennapi használatban játszanak rajta, fával borítottunk, ezáltal kontrasztot teremtettünk a nyers és monumentális csarnokszerkezet és a fa melegsége és emberközelisége között. Magát a csarnokteret pedig megnyitottuk a régi épület irányába, ezáltal természetes fénnyel töltöttük meg a teret, és egy folyamatos vizuális kapcsolatot teremtettünk a két épület között. Az épület külső helyét úgy képzeltük el, hogy olyan anyagokat válasszunk, amik az évszakok és a napszakok változásával együtt önmaguk is változnak, így ez a nagyon egyszerű és nagyon kötött geometriájú csarnok gyakorlatilag a fényekkel egy folyamatosan változó képet ad a budai domboldalban. Az épület elbújik a domboldalban, csak annyira látszik ki, amennyire mindenképpen szükséges. Az épületet körülvevő fémbrodakból álló homlokzat túlmutat az épület tömegén, egészen kifutott a pályákat veszi körbe, és ez eltűnik a háttérben. Az volt a tervünk, hogy a ház köré fákat ültetünk, amik előbb-utóbb magasabbra fognak nőni, mint az épület kontúrja, és a gyerekek, akik a tetején játszanak a sportpályán, úgy fogják érezni magukat a Gellért egy oldalában, mint hogyha egy erdei tisztáson játszanának. Hogyha a Ménesi út felől visszanézünk az épületre, láthatjuk a műemléképület grandiózus szépségét, feltárul előttünk a kert, és finom kontúrban jelenik meg csak az épületnek a kontúrja. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Várjuk a zsűri kérdéseit és hozzászólásait. Na, hogyha senki nem kezdek, akkor kezdem én, mert ehhez kértünk plusz időt. Kezdem azzal, hogy nekem a Zsupival van egy évek óta tartó ilyen vitánk. Már a múltkori médiaépítészeti díjon is lezajlott ez a meccs, és jövőre tényleg két kesztyűbáb előadhatná ezt helyettünk. Ami arról szól, hogy mit értékelünk egy épületen, magát az építészeti produktumot, tehát hogy egy adott kérdésre milyen választ adtak az építészek, vagy azt, hogy a kérdés feltevés az jó volt-e vagy sem, szükség volt-e odaépíteni valamit. És ez egy őrült nagy vita, hogy mit nézzünk. Én azt mondom, hogy nézzük magát az épületet, ahol a feladat lehet, hogy jó volt, lehet, hogy nem volt jó. Itt arról van szó egyébként, hogy egy ilyen környezetben, mint a Gellért egy oldala, van-e létjogosultsága egy ekkora épületnek.
de hogyha ezt, ha ezen túllépünk, és egy ekkora épületet kell adat tervezni, akkor viszont ez egy nagyon jó terv. Én nekem meglepő volt, először megláttam fotón, én azt hittem, hogy látványterv egyébként. Annyira fantasztikus ezenek a rudaknak a valahol a véget érő, de mégis véget nem érő vége, hogy mint hogy a rajzolva lenne. Tehát nagyon-nagyon izgalmas. Ugyanakkor nekem nagyon érdekes volt utána Pászton megnézni az Ovit, ahol egyrészt szintén van egy tornaterem, és szintén vannak ilyen rudak, amelyek véget érnek a levegőben, és bár nagyon tetszik ez a megoldás, utána rá kellett jönnöm, hogy azért az áll közelebb hozzám. De ennek ellenére én ezt egy jó háznak tartom, még hogyha a kérdésfeltevést nem is tartom feltétlenül jónak, és ezzel átadom a szót Andrásnak, aki elmondja az ellenkezőjét. Igen. Szóval én ma csak jót mondtam eddig minden épületről, meg tervről. Ez lesz az egyetlen eset, ahol rosszat is fogok mondani. Én nem szeretem ezt az épületet. Az első, és valóban egyébként nagyon jól néznek ki ezek a rudak a fényképeken, meg ez a fém rács, de nekem ezzel a fém ráccsal az első találkozásom az teljesen más szögből történt, mint másoknak, szerintem, mint bárki másnak. Ennek az az oka, hogy a Covid időszakban mi a szerkesztőségi értekezleteinket egy kertben tartottuk. Ez a kert, ez a Hinfi utca egyik villájának a kertje, ahol egy kollégám dolgozik. És hát ebben a kertben, amikor először megláttam, akkor úgy éreztem magam, hogy hát bizonyára Tijuana és San Diego között az a határfal, az, amit ugye a Trump elnök úr felhúzott, az lehet hasonló benyomás az alatt élni. Tehát, hogy egy betonhegy és a tetején még egy ilyen rendkívül agresszív fémfal, amin hát nem sok migráns jutna át a sportpályára. Szóval, hogy... De kétségtelen nem ez a legelőnyösebb oldala az épületnek, tehát ezt elismerem, és nem is erre a nézetre van komponálva. De azért én ezt továbbra is egy nagyon, nagyon rideg megoldásnak tartom, ezt a kerítést. Körülötte a telepítésről, vagy a helyszínről, igen. Szóval én nem tudok attól, hogy miközben egyébként bizonyos értelemben értem, amit mond a Zubi, hogy nézzük magát a házat, és hogy a feladatkötöttség ezek teljesen világosak. Tehát az teljesen érthető, hogy nincs meg az a kert, amelyik annak idején ott volt, hogy közben borzasztóan elhanyagoltá vált ez a hátsó udvar, hogy volt egy olyan igény, amit ugye nyilván a mindennapos testnevelés óráknak a bevezetésre hívott életre, ami azt jelentette, hogy egyszerűen ennek a nagy gimnáziumnak szüksége volt egy sokkal nagyobb tornateremre annál, mint ami eddig volt, és volt hozzá egy nagyon pici kertje, és hogy mondjak rosszat olyasmiről, amit nem ti építettetek. Szóval, hogyha ezt a kertet, ezt első körben az irodaház tette tönkre, amelyik rátehénkedik. És én azt hittem, amikor ott jártunk, hogy ezt a gimnázium kertjéből hasították ki, amin ez fölépült. De aztán utána néztem, és kiderült, hogy nem, hanem ez egy ilyen szerencsétlen béna telekosztással jött létre a 30-as években, hogy ennyire közel jött egy kert hozzá. De az a kert az annak idején egy kert volt, egy egyszerűen egy lefutó növényekkel benőtt kert volt, amit valószínűleg nem is lehetett érzékelni önálló telekként. Aztán ráhúztak egy olyan elképesztő méretű irodaházat, ami rátehénkedik azóta a gimnáziumra. De ennek az a szomorú következménye lett, hogy ez az épület, ez a nagyon méltóságteljes épület nem tud ma érvényesülni. A környezetében nincs körülötte levegő, nincs körülötte tér, nincs körülötte elég zöld terület. És akárhogy is nézzük, hogy milyen kényszerek révén, de mégiscsak ezt folytatja. Tehát ezt a túlzott sűrűsödést folytatja ez a csarnok, és értem azt, hogy a feladatot meg kellett oldani, értem ennek a kötöttségeit, csak vannak olyan helyzetek, amikben én azt gondolom, hogy akkor sem tudom szeretni a végeredményét a dolognak, hogyha egyébként értem, hogy mi vezetett oda. De szerencsére mi nagyon szeretjük. És én nagyon, vagy hát nem tudom, én most köszönöm meg, hogy engem ide meghívtatok, mert én egyet tudok azzal érteni, hogy ilyen ritkán születik, és engem, én nem tudom, utána a kocsiba valahogy elhangzott, hogy az elmúlt 10 évben nem volt, vagy talán 10 éve nincs ilyen magyar épület, és lehet, hogy még 10 évig nem is lesz,
És hát én erről álmodtam aznap, és valahogy mindent tökéletesnek tartok benne. A türkiszkék, nem tudom, tornapályától a sötétkék öltözőkig. Szóval szerintem ez egy nagyon szépen kivitelezett és megtervezett dolog, és én utána egész éjszaka az építés stúdiót lapozgattam, és azon gondolkoztam, hogy vajon ti mikor tudtátok meg azt, hogy valami nagyon jót csináltok, mert engem ez különösen, tehát bármiben a versírásban, a filmkészítésben nagyon érdekel, hogy mikor fordul át az alkotó egy ilyen mámoros érzésben, hogy most ezt megcsinálta. Az egyértelműen látszik, hát, hogy búzsba kötve kellett táncolni, hogy arra a relatíva szűk telekre kellett beépíteni ezt a hatalmas sportcsarnokot. Nagyon érdekes, hogy a jó minőségi fotók, amiket először láttunk, hogy bementünk élőben az épületbe, és hogy a valóság is pontosan ugyanazt tükrözte, tehát tényleg annyira kiválóan szerkesztett, annyira jól elrendezett épületről, egyes elemeiről, az anyaghasználat, a színhasználat, minden nagyon jól összeáll. Nyilván, tehát én nagyon tisztelem azt a neobarokk épületet, tehát ami ott ez az óriási gimnázium épület, ami ott áll Villányi út elején, én naponta nem egyszer, hanem többször járok el, mert közvetlen közelben lakom én is. Lehet, hogy gyerekeim majd itt fognak ebbe a sportcsarnokba járni egyszer. Szóval magát a gimnáziumot is ilyen kívülről nézve egyelőre magaménak érzem, és a Villányi út felől, mintha nem is létezne ez a sportcsarnok, tehát ami egyébként a fő homlokzatot, az épület fő látványát egyáltalán nem zavarja, hogyha lehet ezt mondani, hogy hátam mögött elbújva itt van ez a hatalmas épület. És nagyon érdekes volt belépni. Tökéletes napsütéses őszi időben mentünk oda be, tehát a legjobb fények érvényesültek, akkor beléptünk a sportcsarnokba, és nem sportcsarnok hangulata, vagy nem olyan hangulatom volt, mint hogy a sportcsarnokba léptem volna be, hanem nagyon érdekes, hogy elhalkultunk, és úgy néztünk körbe, mondhatni áhítattal, mint hogyha mondjuk egy ilyen kortárs templomba léptünk volna be. Pedig egyébként ott volt a kosárpálya, de valahogy a levegőség, a tágasság, a fények, a falhasználat, minden nagyon jól összeállt, és ez az épület, még hogyha ott egy szűkös helyre is van beépítve, és fel lehet hozni az, hogy a környezetétől némileg valahogy elütned, de ez az épület egyébként nagyon sok felé, nagyon sok más telken területen is nagyon jól megállná a helyét, és itt is szerintem maximálisan kihasználták, amit lehet. Hogy oldjam a magasztos légkört, Dóra, az álmaidban ugye nem a tesi órák emléke jött elő. Nem, én ott aludtam a türkiszkék tornapályán ébredtem. Ezt álmodtam, hogy ott ébredett. De elég durva lehetett. Na, de egyébként, amit az egész felvetett bennem, hogy azt nem mondta, ugye mindenki úgy hivatkozik rá, hogy hatalmas épület, és ti pedig a bejáráson elmondtátok nekem, hogy, vagy bizonyára másoknak is, de hogy arra fölhívnám a figyelmet, hogy ez egy ilyen folyamatos racionalizálódás eredménye, hiszen nagyobb épületet akartak, és így lett a kézilabda pályából kosárpálya, ami mondjuk nekem egy picit kérdéseket vett föl, vagy ez egyáltalán nem építészeti kritika, meg egyáltalán nem nektek szól, de nálunk 20 fiúból 18-an fociztak, és ketten meg fölmentettek voltak, és sakkoztak. Úgyhogy én nem tudom, hogy biztos kosaraznak is négyen. De nekik jó. Szakmai zsűritől hallhatunk hozzá szólást. Ja, Zsupinak szeretnék egy új szempontot fölvetni. Az, hogy ez eléggé közhelyes ma, hogy milyen hatása van a kortárs iskolaépítészetnek arra, hogy milyen vizuális nevelésen mennek keresztül a hallgatók. A másik pedig az, hogy ha belegondolunk ebbe az épületbe, akkor ez az a bizonyos neobarokk stílus, amelyre Szegfi Gyula egy korszak jellemzőt épített. Nagyon ritka, hogy vannak képzeteink egy korról, amellé tudunk rendelni formákat, és ez megtestesül egy épületbe. Tehát hogy azt gondolom, hogy ebben az Edith gimnáziumban a jövőnek a döntéshozói működnek. És ezek után és ebben az architektúrában egy mai jelen valóság, és a mai napig nagyon hányattatott sorsú ez az építészet töltető örökség, kevesen merik ezt szeretni. Ezek után egy ennyire végig gondolt ház idebe kerül, amelynek ki van csapva viszintbe a szaunaszögek, hogy még azt se sértse fel a kölkök karját, az a mívesség, az el nem tudom mondani, hogy ez milyen hosszú távon
és mennyire kultúra és szemletformáló hatása lesz ennek az épületnek. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívüli alkotása a magyar építészetnek. És nem, azért is hagyom abba most az okoskodást, mert nem tudnék milyen adoráló szavakat találni rá, hogy ez hogy meg van csinálva, és mennyire nagyszerű ez a ház. Hát, szerintem sincsenek szavak nagyon. Én arra jutottam, hogy az építésstúdió annak idején valószínűleg azért jött létre, hogy egy ilyen házakat tervezze 30 évvel később, és én is nagyon szerettem ott lenni, meg mindig, amikor szóba jön, akkor nagyon elfogult vagyok, és azt tudom én is gondolni, hogy az, hogy itt mindennek van oka, és mindenki van találva, és minden pont azért olyan, hogy megmagyarázható, egyedül abba lehetne talán hiányt felfedezni, hogy valami nem megmagyarázható hiányzik belőle, amitől vagy tetszik, vagy nem tetszik, de onnantól viszont már megkérdőjelezhető lenne, hogy ekkora beépítés ide tetsz. Szerintem is ezt hibátlannak tartom én is a szó jó értelmében. Nem, még egy kommentár, hogy és ez kifejezetten az építésstúdióhoz bigyeszteném, hogy volt nekünk egy építészirodánk, mert ez mindannyiunké, noha ti éltek az építésstúdió, amely a rendszerváltáskori emblematikus építésziroda volt, amely építésszirodát retteltesen megtépett 2008-an kezdve minden. Amit építésszirodát le is írtak szakmában, bocsánat, tehát hogy hú, nem megy úgy nekik, ő elment, ő is elment, tiröp-töröp, és ez egy baromira jó érzés látni, hogy ilyen ház születik, és hogy megint fényesen cseng a név, stb. Költővel szólva. Szóval, hogy ez személy szerint is ez egy nagyon-nagyon nagy öröm. Köszönjük szépen ezeket a csodálatos elhangzott szavakat. És akkor most lássuk a pontszámokat. Wow. 8, 6, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Nem kérdezem meg Zsupán Andrást, mert hallottuk a 6-os pontszámot. Köszönjük. Köszönjük szépen!